Sácsúmi csörtészt a csokolád és traktorkerékszel hoztok, papikáim, kiből jelentkezik a következő új lak. Játék gameplay izé bizével. Na várjatok egy pillanatra, gyerekek, nekem küldtetek, nekem egy jó kis kék MTZ-t, ami van. Homlok rakodóban hozzá dolog. Meg kéne nézni a boltba, és egyébként raktam be pár módot, és ki fogok szúrni magammal, mert nem merem a modoknak az árát, tehát drágán fogom megvenni őket. Nem elég, hogy úgy átírom az árat, ahogy mondtam, nem elég, hogy jó drága, de még drágábbra. Egyébként ezt én úgy imádom, hogy külön vannak a módosítások, ez miért nincs máskor? Na, nézzük akkor a traktorokat, mit raktunk be. Beraktunk egy MTZ-85, aminek az ára 18 ezer. Meg beraktunk egy Weimart, aminek az ára 25.900, ugye? Igen, és igen, voltam olyan hülye, hogy csak a sárgáért írtam át, úgyhogy a sárga Weimart fogjuk megvenni. 25 ezeket, tudom, hogy ez is annyiba kerül, de nem érdekel. Azért írtam át, hogy jó, legyen szenvedés érte, érted? Mi van még itten? Ja, ugye itt van a Dutra is, ami olcsó, de igazából valószínűleg nem fogunk többet venni belőle. Van itt a T-150, ami ugye láncalpas, nagyon frankó meg minden, visz minden, mint az őrölt, de körülbelül 20-szal. Úgyhogy nem biztos, hogy annyira fogunk venni ilyet. Na nézzük, mi van itt még. Ja, itt van a izé, homlokrakodója a kék MTZ-nek, 3000, akkor ki kell nekünk gazdálkodni, 18 ezer. Várjátok, mennyit kéne összeszednünk pénzt, ugye? 18 ezer, meg 3000, az 21 ezer, meg 25 ezeret, ugye? Az alsó angol is egy olyan 46-7 ezer dollár aranyat meg minden, nem tudom minek nevezzem, ugye eurót kellene kimókáznunk. Jaj, és raktam be trágya szórót, mert akarom, és azért kell a Weimar, mert akarok trágyát venni, és akarok trágyázni, és akarom trágyázni a földet. Teljesen ezt a földet, amit csinálok most, ezt több frankon meg akarom csinálni. Valószínűleg, hogy kellene még aratnunk ezt, hogy ugye legyen egy csomó lóvénk, meg kiordjuk a silóból a cuccot, és nem fogok felvenni hitelt. Na, ennyi. Szerintem, és akkor, oké, akkor meg kéne nézni, hogy mennyit cuccunk van, hol van az gyerekek, hol van. Tárolóhely, jú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 j
Ugye izét veszük, várjál? A repcét nézzük végig, 2600-ért veszik eleme Roland. Igen, akkor annyi lesz. Repcét kiordjuk, gyerekek. Van mennyiink? 16 ezerünk. Mind a kettő pótot összefogjuk, nem tudom mivel. Dutrával? Gyerekek, Dutrával kéne, nem? Menjünk a Dutrával. Egyébként nem volt hülyeség, hogy visszavettem a hangerőt, mert visszahallottam, még így is majd full hangos. Nem az Dutrával viszem, mert olyan hangos, hogy üvölt nekem itt, gyerekek. Ne arra ugyatok. Az, annak a Dutrának a hangjával valamit kell csinálni, mert túl kell ordítanom be ezzel, komolyan mondom. Itt egy kicsit hangos, jó, oké, csapjuk le a lecsóba. Na az lesz, akkor a szituáció, összefogjuk a két pótkocsit, aztán hordjuk a repcét kifelé. Aztán akkor megpróbálunk venni egy Weimart, megpróbálunk venni egy trágyaszórót, meg megpróbálunk venni egy, még egy MTZ-t, ami homlokrakodót lehet rá csatlakoztatni, és akkor itt talán el tudunk lenni. Egyébként nem tudom, jaj, ugye megint elfelejtettem a sérülést, úgy óvatosan közlekedjük. Viszont ez, ennek a kettőnek a két porkosért az összefogása nekem körülbelül nagyon brutálisan nehéz lesz. Abban biztos vagyok. Készüljetek a legrosszabbra. Nem, két komolyan gyerek. Vagy imádom egyébként. Jaj, de nagyon-nagyon örülök neki. Alig vártam, hogy játszok megint, gyerekek. Most az volt, úgy voltam, megmondom őszintén, hogy nem akartam addig tolni, ameddig nem írtok, úgyhogy most addig nem volt, minden kommentet majd olvastam, jó, mindet nem, de azért majd, jaj ne! Kiment a pótkocsi az ódor, na, mizé, az e. Jaj, de nagyon szeretem ezt a rohadt pótkocsit, amelyik olyan. Egyébként az a nagyon durva, hogy bazzus, megcsináltam én ezt a időt, ezt a fika videót az FS17-re, és annyian írtatok, hogy bazzus, tényleg igazad van, és tényleg én is így gondolom, még Szilva is. Szilva, látod-e, hallod-e ezt a videót, nem tudom, hallod-e. De még te is írtad, hogy bazzus, tényleg, hát letörlöm az FS17-et, aztán nyomjuk neki. Na, meg kell nézni a hamarabbról. Ezt szeressük, itt lehet itt ezt kizumolni, mi? Ajá, nem jó fordul a keeper, az a baj. Vissza kéne úgy. Úgy, és akkor most van. Megint nem jó lesz, megint sok lesz. Jó van, Pipő megoldottad? Dimi is pótkocsi, ne szórakozzál! Melyik? A piros pótkocsi 87%-os Dimi-gen van, hülye vagy? Na jó, hát az mondjuk nem végtelenül nagyon szar. Csak próbáljuk meg, de gyerekek, ez az M10, ez alig viszi ezt a két pótot. Hát ez meg lesz ragva, bajok lesznek.
De lehet, hogy egy kicsit durvának használtam fel. Gyerekek, emelő az... Nem viccelek, figyelj! Hallod, emelő az elejét az M10-i, komolyan, bazze, nem hiszem el. Ahogy elindulok, komolyan így megemelkedik. Na, most megnézem, tényleg. Így nem látszik, de komolyan olyan volt, hogy szemben a hátsók elég. Na, jó, megyünk, aztán akkor izélünk. Csapjuk neki, gyerekek, adjuk el a dolgokat. A dupla fóttal nem valószínű, hogy be fogok fordulni valahova. Úgyhogy lehet, hogy inkább egy fróttal kellett volna. Várja, nem akarok, nem akarok. Fejlett most megkör volna, hogy mit kell nyomni, mi. Hát, ha nem írja, de valószínű írni fogja. R-töltés. Hoppa, percet. Tudjátok, mennyi fél 3000. Ez nagyon kevés, de mindegy. Ja, és nem fogok elmenni, ne aggódjatok. Abba mennyi fér? Összesen, van rajtunk. Ó, hát a piros, az nagyon durva, az 9000-es. Egyébként nincs magasító arra a cuccra, na mindegy. 87%, de egyébként lehet, hogy damage-elve volt, én nem figyeltem azt az ő portkocsit. De ennek a javítása az nem lesz olcsó majd. Még egy ilyen zöld pótkocsi inkább jobban járnék, mint ez a 3000-es. Ja, de ez a 3000-es ugye ez bála pót is. Ja, figyelni kell. Na, nézzük, 87-00 a damage-ek. Lehet, hogy az sebezben volt, lehet, hogy ahogy ugrattam, vagy bármi. Lehet, hogy nem mosogatta a sebzés, mert ugye azt még nem is használtuk. De gyerekek, ez tényleg nyúlik ez az MTZ. Komolyan mondom, nyúlik ez az MTZ ezzel az izével. Ezekkel, ez a dupla póttal. Itt ezt az okosan ki kéne menni. De nem sebződik, úgyhogy lehet, hogy a felakasztás, lehet, hogy azért nem állt neki, hogy ne izé, ne úgy csapasd rá, érted? 2 méterről. Na, most megpróbálunk kivenni okosan. Ezt akkor hova kell vinni? Várjál! Áhá, imádom! Komolyan, nem hiszem el. Nagyon jó. Ezt megint úgy élem, hallod. Repce. Kelemen Roland. Na várjál, meg kell nézni, szóval van. Mert itt valahol meg tudom nézni, ugye? Van itt, hogy ilyen izé, adásvétel valami. Van egy olyan térkép elvileg, nem? Milyen vagy Keeper? Vagy várjál, 9-esnél van csak így? Jó, csak úgy, ha Kelemen Roland, akkor az itt van kapásból. Hogy beérünk. Most miért szállták ki valamit? Jó, megyünk, aztán valami lesz. Kirúgjuk az orrunkat. Oké, okay, jobbra kanyar. Nagyon adja, nem? Ez gyerekek, jó lesz ez. Jaj, ennek nincs kidolgozott tükörje. Egyébként írtátok, hogy figyeljek a tükrökre, hogyha tolatok. Mert azért lehet, az elég jó tud lenni. Jó van. Egy ilyen zöld porkocsi lehet jobb lenne nekem. Még egy, ugye a MBP pótkocsi az van sérülve. A bálahordom az nincsen. A HV60-as. De jó, megtanulom ugye a neveket, ez tök jó. Ez még akkor is jó lenne, hogyha kiírná, hogyha sérülés nélkül. Hanem írja, hogy mibe ülsz, mi van rajtad, meg minden, az tök jó, ez tetszik. Ugye jó kalkics, na várjál. Hol van az a Roland gyerek? Kell nézni. De kellene Roland, ez paramira itt van a kapásban, ami? Alsó újlag gyerekek, alsó újlag megérkeztünk. 40-es tábla kínba, mennyibe megyek? Hát ezzel... Ajaj, óvatosan bazzak. Engedjük el őket gyerekek. Engedjük el őket. Tehát Zaurival ott csapat a főnök. De egyébként küldtek nekem egy izét, egy Warburgot, még nem raktam be gyerekek, mert most izé van. És még drágaságban minden. Na, itt valaki, na melyik az? Kelemen Roland, ez bal oldali, ha? Jajajajajajaj. Ura, aztán, hogyha bemegyek, akkor ügyes leszek. Buszállomás, gazda volt, de jó volt a nézők. Ez nem emlékszem, erre a táblára lett volna, de most van. Hol vagy, Mari? Gyere ki a fübő, te! Ott te, jön a csaj! Szavasz! Kapcsoltam, ja? Hülye vagy? Na most azt ezt old. Mit csináltatok, gyerekek? Ne szor... Ne! Na bazd meg, most rábasztam. Na várjál. Ezt old meg, öcsém. Rám jött bazze a izé. Csávó. Volkswagen mit a Golf akárhányassa.
Hülye vagy most, akkor ez mi van ilyenkor? Most, na most, most rácsesztünk. Na most, most végünk be. Onnan fordult biztos, mi? Ott az elsőbség adás kötelező táblába bújt ide a seggembe, hogy rohagy meg. Várj, rátolatok rendesen szerintem. Jó, nem baj, ha nem izé kapásból így. Megpróbálom keresztbe kiúzni, jó, úristen. Egyébként ez nem baj ám, mert van kihívás. Talán ez a pick-up gyerek nem jön ide rám még jobban. Próbálom ki keresztbe kiúzni. Há, eléri. Haver, bazzeg, göllött ide jönnöd, hogy rogy. Sem nem evett meg téged. 1%, tessék! Ha meg lement a füst és a pótrú. 7%, köszönöm! Köszönöm szépen, hogy itt vagy, köszönöm. Nem lehet kikapcsolni a forgalmat, bazzeg. Itt már nem, mi? Hú, faszom. És akkor nagyon rácsesztem, öcsém. Hogy a francba tudok innen kívánszorogni? Most mondjátok meg, gyerekek. Károsodik a portkocsiben, Moré, hát ez a nagy baj, te. Az anyád úristen itt körülött ide gyűnött, te. Ezzel a pick-up-pal. Anyád innen, na! De most mit akar-e? Mit akar-e? 3%, lekivegyek baza egy instant, hallod? Valahogy én ezzel nem fogok tudni kitolatni, az hátrébb kéne mennem egy kicsit valahogy tolatva. Úgy. Nehogy rám jöjjön még jobban ez a gyerek, mert akkor megőrülök vele. Szerintem... Ó, 3% jó, ez nem fájt neki nagyon. Jó, 4%, ezért kapott egyet most a ütést. Gyerekek, dupla potta, tolaggassak itt a íze keresztül, hogy menjél már hátra, te! Jaj, úristen itt, és annyi, a Marit... Ah, tudom, te bocskos cigány. Ja, meg itt a pick-up hegyek vannak, jóban, menjetek innen el. Ez van. 4% a potkocsim tönkre ment emiatt a íze, fostalicska jár már mi miatt. Ez kifizeti ki a tármat, senki se. Na, remélem, hogy ez a íze, Bogdán Andor vagy ki vagy te. Hát szép, jó van. Ez nem lesz az egyszerű, gyerekek. Ez nem lesz az egyszerű dupla potta. Megpróbálunk egy ilyen nagyon nagy íves megfordulás. Én tolatgatni nem fogok meg leakasztani se, úgyhogy baromira találjuk el, baromira. Jó, szépen, és nem kell összetörni semmit. Főleg nem a izé gátter, ott a szalagfűrész. A motort már ledobták róla. A izék a ninja-k. Jaj, te Sanyi. Jaj, te Sanyi. Itt hogyan fordulok, mert egyébben még nem jöttem rám, de meg ugye próbálkozok. De baj, a portkocsi van arra széles, és így megakad mindig a tereptárgyakba. És az a baj, hogy akkor meg ma töröm össze, így egy kicsit ki kell húzni arra. Próbálunk egy egyéveset nyomunk itt a kégli előtt. De kiszedem, amennyire tudom. Szordulás, jó? Kirakodás, oly! Hoppa! Ja, csak oda nem, csak a izé falpritték megy oda, jó van, akkor fordíjál még kipör egy kicsit. És olyan, hogy izé betöröm a pótkocsit teljesen. Na mindjárt figyelj rá, More. Ó, itt ki tud rakodni, jó van, oké. Okay. Érdekes, a traktor hogy van még ideje, előírja, hogy elő vannak a pótkocsik. Na. Meg csuk már fel azt az ajtót, ez. Ezt meg nem akarja ott kirakni, jó, valószínű, hogy nem tetszik neki nagyon, várjál. Megoldom ám. Betörjük. Az a lényeg, itt férjen el. Meg kell oldani. Nem jó, be kéne tolni ezt a portkocsit fékeresztbe. Próbálgatom a kirakodást, de az ugye nem akar. Így gondoltam, így betolom. Ez az, jó lesz ez, gyerekek. Én nem fogja fordulni valószínű, de még egy kicsit akkor tudok rajta így fordítani, és akkor most már megy az eleje, jó vagy. Csak a izé... Ajajajaj...
Az lesznek a bajok azzal a kirakodással, nem tudom, hogy amint engedi, akkor ma. Anyád úristen. 87%, látod? Még mindig úgyhogy nem azzal volt a baj. Jó lenne beadná a kirakodást, ezt akkor le tudnám rakni azt is. Még mindig csak lecsatolás van. Rácseszünk, gyerekek, figyeld meg! Hát most akkor ez nagy cumi lesz, mivel akkor le kell akasztalom a hátsót, ez valahogy visszatolni oda. Ezt így egyben nem fogom. Dupla póttal én nem fogok tudni tolatni, az biztos. De miért nem engedi őt kirakni, már az tök jó helyen van, nézd már. Figyelj, ott most mi nem? Miért nem engedi a lepcét kirakni ott? Na mindegy, gyerekek, akkor ezt le kell csatolnom a hátsót. Ezt kihúzom, kimegyek vele. Valahova leteszem, mondjuk itt is letehetném. Tőven jó. És akkor annyit csinálunk, hogy azt az egyet így le visszatolok azzal. Figyeljetek, valóságban is van ilyen. Micsoda szép dudóra, hogy a pótkocsi ott meg. Meg az izéig vannak a bugyagók, faszre. Bugyagal is. Na várjatok, ezt most szépen felakasztom. 87%, ennek valami baja volt alapba. Jó, akkor nincs olyan nagy probléma az egész játékkal. De riogattak, hogy van baj ezzel a moddal. De én azt láttam, hogy eddig tök jól működik. Ezt a szépen betolunk oda. Most miért nem rakod le a repcét? Várjál már, bazza. Megpróbálom még jobban betolni, hát most mi a bajom van? Úgy rengeteget fejlődtem, azt tudom, a forgósámolyos tolatásba, abban sikerült nagyon jól fejlődnem. Most nem azt mondom, hogy az életem vérprofi, de most már legalább azért valamit fogalmam van, hogy merre forgok a kocsit. De figyelj, miért nem? És miért nem? De fiú, hát itt már azért hova kell betolnom, érted? De most ez szivat engem, hallod? Hát kihajtom az üzemanyagot ebből a járműből, már annyi izé van. Annyit tolatgatok. Az előbb a repcét, azt miért? Most miért engedte akkor, hogyha most ezt nem engedite? Ez is repce. Kirakodás, végre öcsém, hát megőrülve. Számítasz, hogy merre borítom, vagy mi? A túró gyerekek, jaj! Jó van, faszal itt, de... Oké, menjünk. Bocs, a csúnya beszélére. Ott nézzetek, 44 000 pénz. Ez gyors, valahogy felakasztom. Megpróbáljuk a bálapótot hátra. Egyébként annyira jól működik a izé a... Nem tudom, itt mint hogy a fizika nekem jobban feküdne, mint a másikba. Komolyan mondom. Így a izék, így a... Főleg a... Ez a forgózsámolyos dolog. Ez most valahogy nekem, valahogy sikerült így ráéreznem, de... Farmi szivaltok 17 volt, soha nem sikerült. Már most tényleg így belelátok mindent már ebbe a izébe, ebbe a farming szimulátoros dologba, jó? Ezt meg most nagyon elcseszem. Csak rövid úton próbálkozok. Jó lesz szarna ez, mindjárt. Na nézzé, fiú! Oda nézzé, fiú! Ha rá lehetne dobni kézzel a izére! A cuccot. Oda nézzé. Faszamú, gyerekek! Jó van, oké, akkor annyi van, hogy megyünk vissza, és akkor nézzünk valami izét magunknak, van jó cuccost. Hát látjátok, ezért nem érdemes annyi izét. Jó, oké, ez elég sok cucc volt. Ennél már csak drágább, most már tudom, hogy ennél már csak drágább járműveket fogok meg beállítani, mármint árakat. A rábos tiger az minimum 200 000 legyen, mármint euróba, hogy ne az legyen, hogy szétkeresem az agyamat már kapásból, hanem hogy kelljen érte küzdeni érte.
Az a jó, amikor azért viszed a cuccot, azért mész eladás, hogy a gyerekek utána forgalomra hatványozottan figyelünk. Azért mész ugye rá a dolgokra, mert szükséged van valamire. Azért adod el az árut, azért adod el a terményt, mert kell pénz. Azért, hogy tudjál venni valamit. Nem azért, hogy ott az növekedjen az a pénzmennyiség ott. Az semmi értelme, az nem izgalmas. Jó, 87%, hát ezt a pótkocsit be kéne dobnom azért a TMK-ba majd. És ebbe a játékba, hogyha így csinálom folyamatosan, hogy jó drágát tesznek a gépek, vagy ugye javítani kell, rongálódnak, kopnak a gépek, így érzem, hogy ez hosszú távú szórakozás fog nekem nyújtani is nektek is. Gyerekek, azt a lámpát nem vagy összeízőt, a ventilátort nem lehet a kapcsolni. Megkocogtattam, nem indul le. Jó, a Weimart meg akarom venni, le akarok vele kocogni, és akkor igen, csomó mindenkinek. Meg kell venni az MTZ-t is, de az MTZ, ja, az MTZ-t is meg kell venni, de várjál te. Várjál te fiú, baze, komolyan mondom, ki kéne nézni, hogy nem akar előzni valami. Ja nem, szemből jön, az volé. Ja, előzni nem fog senki szerintem a bajátéknek. Nagyon szép, jó, oké. Okay. Akkor az van. Még kivigyük a maradék repcét, az beleférne ugye csak az ötbe. Figyeljetek, akkor az lesz, hogy csak az ötbe. Beakasztom, hogy ide bemegyünk. Beakasztom itt a... a bálapótot. A hátsót. Hát így jó is lesz szerintem, várja. Úgyhogy, és akkor megyünk a zöldre, még elviszik a maradék repcét, mert azért kell még egy kis pénz. Na ugye például meg kell venni ugye a trágyát is. Ugye most még nekem nincsen, vannak marháim, de nincs, nem tudom etetni őket. Nem tudom semmit nem tudok velük csinálni, ezért kell, úgy kell vennem a trágyát, de én akarok trágya szóróval dolgozni, mert ezt imádom. Na jó, ezt a pótkocsit azért most már egy szólóban jobban viszi a verta. És a felső négyzetben végig minden a gyerek. Mi van, bazd? Mi van, átmentem krumplival rajta, vagy mi van? Túlmentem! Szóval időn mindenki megérzte, hogy te, mi az állnál, krumpli? Hát ez kevés is lesz bele, de... az. Jó, tetszik ez a póti. Csaptuk neki gyerekek, csaptuk neki. Ott vannak az előző guminyomjaim, figyeljétek. Majd de tetszik, jaj de tetszik. Ja, majd ezt a pótkocsit vissza... Attól félek, akarok berakni egy vonórúd módot. Attól félek, hogy teljesen leszedálódik egy gép, mondjuk egy MTZ, mondjuk kimegyek a sinekre, vagy akármi. Érted, teljesen itt totálra megy, 100%-ra. Akkor valószínűsítem, hogy csak úgy tudom bevontatni majd, úgyhogy arra van rá kéne figyelni. Kiférünk? De nehezen indul meg az MTZ. Mondom, kiférünk, aztán ez erősen ide volt szabálytalan, hogy itt kifordultak ezek elé az autók elé. Erre, hogy nem lehet így mozogni az ülésbe, hogy jobbra, balra így dőlni. Ugye például, hogy kilássak a kerekekre, meg ilyenek. Audi, mennyi innen, te volél? Komolyan, én vagyok hülye, vagy ebben is duda vagy, mert ilyen kettyegő hang van, amikor durát akarok nyomni. Jó, hát ezt ugyan... Te, városi fiú! Hát most kiszedlek a Verdából az anyád úristenét. Hát mit csináltál? Alufelnira tetszik izére, nem? Te tellik izére, nem? Mit tudom én mire? Jogosítványra? Az anyát úristenét? Te, macsok. Hát majdnem meghódul. Majdnem az izé, az MTZ-t összetörök 0%-os, úgy vigyázzak rá, mint a izéje. Szememfényire erre, meg bazza nekem akar vágódni az Audival, hogy rohagyd meg. Hogy a Varjú mondja a szemednek, hogy csecsemogyó, te. Rendesen megjártam, gyerek. Komolyan mondom, itt figyelni kell, hallod? Szemed a pályán, ott kell lenni, figyelj itt is. Jön a pick-up gyerek. Mi van, bucsú van a városban, vagy mi van már, menjetek az anyátokba. Hát komolyan mondom. Rendőrök ide küldenének. Hát de félek. Rendesen félek itt a városban. Jobb, ugye? Már itt néztem az előbb is, aztán itt majdnem ide jött, torlódás. Majd meghaltunk. De itt mindenkinek Audi-ja van? Menjél már, Maria.
Na, vágódok ide. Hát, hogy ezt meg kell próbálnom, hogy... Hát, most a full belsőben megpróbálok itt ekecsülni. Nem volt jó ötlet. Megakadt a ide. Megakadt a pout kacsi. Vissza ki kéne tauni. Jó van. Éppen megoldott a tekerél kormány, mint az örület. Na. Jó van. Nem hülyéskerek, bocsi. Bocsi, látszik. Kirakodás, jó van. Gondoltam. Egyébként gondoltam, hogy így lesz jó. Ez izé, bazd, számít, hogy honnan öntöd, hogy ilyen. Ilyen jól ide álltunk most. Ne, jó, 5-6 ezer. Hát én, na innen, gyerekek kitolni, az nem lenne a legegyszerűbb, mi? Az a baj, belső néletben még annyira nem megy. Sőt, belső néletben teljesen meg vagyok keveredve. Főleg, hogyha itt kitekerem a nyakamat. Az a baj, nem látok át a póton, hogy igazából merre kéne. Na így még érzem is, figyelj, megpróbáljuk, megpróbáljuk, gyerekek. Belső, szerintem egy kicsit arra kéne, úgy. Megpróbálok belsőbe kitolni. Vagy abszolút nem látok el a gép... Ah, odébb kellett volna. Megpróbáljuk egy kicsit még odébb megy szerintetek, nem tudom. Na, nagyon igyekszem. Jogi van, Keeper, ne kapkodj el. Nem látok most, ez nagyon érzésre. Bazda, elnéztem mi? Ah, nem, abszolút nem látok, az a baj. Nem is az baj, hogy nem tudok tolatni most, hanem az, hogy nem látok. Még szerintem arrébb egy kicsit, arrébb. Igen. Yeah. Szerintem igen. Bazzag, ne! Jaj, de hülye vagyok, nem? Ez egy abszolút nem jó. Várjál, nézzük már be. Aha, a hülye mellé tolatsz. Mindjárt ki akarok menni így most az belsőbe? Most ez annyira izgatja ingen nekem a fantáziámot, hogy az őrület. Ki fogok menni így belsőbe? Tényleg, ha látnék, akkor jó lenne. Akkor biztos kitolnám, de... Nagy baj, hogy nem látok. Most így egy kicsit mellé látta, hogy jó volt. Még nehéz lesz majd egyenesíteni, ugye? Majd legalább jó fele megy a tüdeje. Malaga. És meg a másik kapufának mentem neki, mi? Öcsém, te fiú! Jó, mindjárt kivegyek előre. De hozzá nem adom fel komolyan. Gyerek, esküszöm, ha látnám, hogy hol megyek. Tehát jó, mert látom. Most nem mondhatom, hogy nem látom, mi? Gyerekek, be van fogva a hátsó fék. Csúszik a palut kocsi. Kihúzom előre, mert már nem akar nagyon elfordulni. Ha most valaki irányítsa előbb. Be kéne már törnem ugye egy kicsit, hogy ugye elforduljon az útra, oda akarom. Csér! Ez egy jó fék van a Verdarra, more! Erről is terítte. Számátlan adok. Kibújjunk így. Köszön. Talán kifér a Verdarra is traktor. Jaj, jó. Betoltam a izébe. Fübe. Hűbe fába van az orvosság, rabasztok gyerekek fel, és már megtudott a vérbe. Tudnám mibe, várjál meg. Jaj, bazd, kurva életem. Gyerek így. Hát, nem szóltatok, hogy itt egy virág. Öcsém, de ez már megint az, hogy nem láttam, érted? 88%. Beton virágláda, jó van, oké, van, ügyes mondták itt. Jó, ez ne erőtes szerintem ezt, hogy... De most tényleg ez megint az, hogy nem látod, érted? Valaki irányíthatod, vagy valami, de menjünk gyorsan. Na igazából, igazából egy jó, nem volt annyira rossz, mint a vegyenek, látszik.
Most bevásárló körútra fogok indulni. Gyorsan haza vághatok az MTZ-be. MTZ egyébként nem tudom, 80-as MTZ szerintem egy 45. 40-45-te így elviharzott, 43 körül, ha jól emlékszem. Poderrel, amikor szoktuk csapatni, akkor így mindig ezt szoktam mondani, hogy 40-45-te így elvegyük. Emlékszem, izé volt, Fater az leginkább ilyen takarmányos volt, úgy szokták nevezni, az meg azt jelenti, hogy izé, hogy ott a silót tudjátok, egyik faluból a másikba marháknak, ugye egyik faluba volt a csak egyik faluba volt a siló tároló, tudjátok, és akkor megbontották, akkor volt egy izé Weimar, vagy nem is Weimar, volt egy idővel egy izé, egy MTZ volt, egy 80-as vagy 50-es, volt a hátulján egy izé, egy ilyen rakodó, volt egy olyan rakodó is, ami ilyen lehelyezhető volt. És bele kellett ülni, és ilyen talpai volt. De az valami meghajtotta, mert ugye hidraulikának kellett lenni, nem tudom mi hajtotta meg, na mindegy, olyan is volt valami. És az a lényeg, másik faluba szoktuk hordani. Vele, vele a dolgot, na. Jó van, oké. Okay. Nem tíz, vagy ez egy pótkocsit majd el akarom vinni javítani, csak még nem merem. Már csak azért, mert kevés a money, gyerekek, kevés a money. De félre állok az MTZ-be. Nem állok ide félre, hanem menjük ide. Oké, okay, jó van gyerekek, fasza. Na, kizállás. Ledöptük az MTZ-t szépen, ajtó le van szedve, mi? Mi? Ezt tudjátok milyen kar itt az oldalán? Kézigáz, ugye? Na, tudja kit. Na, oké, akkor annyit kéne csinálni, amikor vásárolni kellene. Hát egy Weimar mindenképp kell. Egy csomó minden kell, gyerekek. Kéne egy Weimar, kéne a traktor, ugye az MTZ. Kéne kék MTZ, vásárlás. Jó, ez mindenképp kell. Jó drága volt, tudom. Már el is csesztük a pénzt. Kellene ehhez egy rakodó, ez. Meg kellene akkor ehhez még egy, mi a ez mi ez egyébként? Kellene hozzá ugye, ami nem modolt, az a bála valami csoda. Ez jó, megmondtad. Szerintem ide, hol vannak itt bengyárilag? Aha, itt van. Nem én jobban szeretem ezt. Bár az nem autentikus. Inkább akkor menjünk ezzel, nem? Ez mondjuk, hogy autentikus. Oké. Okay. Tudom, hogy a szurka lenne ugye a tökéletes, de hadd ne szurkázzak, rüellem azt a szurkát, nem, valahogy nem jó, mindig így le akar ugrani róla tőled. Ja, és akkor mi kellene még? Akkor már vegyük meg a trágyaszórót, arra gondoltam, mert akkor a trágyaszórót is tudnám ugye elhúzni, hogy az MTZ-vel nem kéne tökörészni a más járművel. Na, hol van a trágyaszóró? Igen, van ez, gyönyörű, de szerintem egyelőre ezzel megküldeném ezt a földet, nem kell olyan nagy. Később esetleg eladjuk. Ja, elég ez. Ez nagyon nagy egyébként, ez marha nagy. Ez ugye ez izékel 100 duel és verda, ami a 80-as MTZ kevés neki. Működési szélesség 90... Csak 3500 literes, jó. Na gyerekek! Szodalat, az kék MTZ! Jó, ez valami 80-as, ugye? Úgy de csup vagy, ecsőjön. Mit tud ez? Mit tud ez? Semmit? Ezért sincs ilyen. Milyen a belseje? Ó, tehát ez nagyon jó, nézzétek a biztonság, biztosíték tábla, szét van hullava. Nagyon király. MTZ 80, ez szart, meg annyira. Ja, meg ez, ó, várjátok, ez van súly. Jó, hogy várja, hol van ennek a izéje, kütyüje? Ne haragudjál, Moré, de hova tűnt? Meg kellene lenni valami homlokrakodó cuccának, de nincs. Figyelj, meg is vettem, nem? De esküszöm, Moré, figyelj. Itt van-e? PKU 80. Na, hol van? Ne haragudjatok, de ezt meg kell nézem, hol van, basz. Ott van elvileg, figyeld. És én vagyok vak? Én ezt nem látom, gyerekek, este. Ez valami bugos lesz, elhiszed? Most adjam el, aztán megyek meg újra, amikor tök sok pénzbe kerül. Na várjátok, itt fogom megvenni, és akkor elvileg a következő izére kéne rakni a slotra. Eladom, hallod? Mennyibe fájt?
Az 500, mindegy. És akkor most vegyünk egyet. Aha, láttad? Ott mente. Ott bugolt bele a földbe. Ott bugolt bele a földbe, úgyhogy ezt cseszhetem. Ezt cseszhetem, elmegy borére, érted, vége a burira. Jó, hát akkor ennyi. Akkor sajnálatos módon ez nekem nem frankó. Ezt megint eladjuk, és akkor kell vernünk egy izét, egy nem modolt, vagy nem, igen. Nem modolt, tehát remélem, hogy illeszkedni fog rá, végül is. Reméljük, egy New Holland, ez egy olyan New Holland, ez nagyon illeszkedik, különben mármint ilyet nagyon autentikus. Remélem egyébként, hogy jó lesz fel. Nehogy még ráadásul is legyen jó, mert akkor tényleg vadulok. Barátaim, komolyan mondom, megőrülök az úrba. Ez nem úgy tűnik, mintha jó lenne rámi. Ne, hallod! Annyit tudok. Semmit nem tudok igazából. Veszek egyet, azt megpróbáljuk visszaugratni, hát ott nem bugol a földbe. Jó. Hát ez most sesztünk rá. Sesztünk rá, gyerekek. Na, homlokrakodó. Ilyen egyből. Megint ement borér, megint nem tudom hol van. Mindegy, visszaugratom, gyerekek, annyit tudok csinálni. Hogy ezt meg tudom esetleg. Vagy barátom. Szállítottuk a farmodra. Hát remélem, hogy valami történik vele. Mindegy, a trágyaszórót elviszem. Hát ez akkor az MTZ az annyira lesz hasznos nekem, mint ahogy sem ennyire, hogyha ezt nem tudom rávarázsolni egyébként. Ez tök jó lesz. Jó. Először föl kell tölteni a felszerelés. Jó, gyere! Jaj, te erre furcsa az irányítás. Na ennyi. Sanyi! Jó, ez most az éjjében volt. Mindig elfelejtem, hogy baromi nagy forgalom van, de luxus verdák mennek itt össze-vissza. Úgy rohagy meg, na mindegy. Megvan a idejem. Rágy a szóra. Ó, te Sanyi! Gyerekek, ez össze-vissza megy az RTG, a fura. Nagyon furcsi egyébként. Ja, 80... 10%, ugye vagy? Nem bírja izét, gyerekek, a tartjukat. Egyébként úgy tekerem a kormányt jobbra arra, mint az őrült. Nagyon nehéz fura az irányításra. Nézzük. Ez az izét cseszik ki vele, te ez. Miért pattog ennyire? A izét nem bírja. A kátyukat nem szereti az izé, ez a trágyaszórna. Most még én azt is kerülgethetem. Jó. Nem van, már megint. De nem mész bele kártyúba, akkor is pattarik egyet. Oda nézzé. Na mi van, ütök-e rég, vagy mi? Oda nézzé. Ilyen lowrider-os, és szétveri az MTZ-t. Tök jó, hogy leesztem a pénzt erre az MTZ-re, és nem jó. Vagy ezt a izét, erre a trágyaszóróra. Jó az a trágyaszóró, gyerekek, komolyan. Pattog az úton, szétveri az MTZ-t. Kíváncsi leszek rá, hogy másik idejével is fogja ezt csinálni. Meg hogy hol... Köszönöm szépen, akinek linkelte ezt az MTZ-t, tényleg cool. Mondjuk ez a trágyaszóró az gyanúsan szar. Nem tudom, majd mindjárt meghúzom másikkal is. Hát ha az jó. Egyébként maga az MTZ szerintem jó. Jaj, de jó, figyelj, itt már nem úr, jó. Visszaszívtam, fasz az MTZ, gyerekek. Jó lesz ez. Nem vagy csak ez, hozzáér, szerintem eltűnik megint föld alá. Nem, jó. Oké.
Ó, tetszik, tetszik, kösz, megszoszítottam minden, király, király a cucc. Király a cucc gyereke nagyon autentik, igen, tökéletes, oké, bocs. Megnézzük azt a időt, azt a trágya szórod meg a másik gépbe. Nem tízibe, jó? Ja, azzal is pattog el, hanem akkor veszük a másik fajtát, azt akkor gyűjthetünk rá gyakorlatilag, akkor mondjuk úgy, hogy selejtet vettük. Igazából mindent ki lehet domálni, nem? Fú, az-e. És a Weimart is meg akarom menni, és akkor a következő lesz a szituáció. Várj, most meghúzom ezt, figyelj, ezért is pattogni fog. Nem? Gyerekek, az a MTZ egyszerűen nem fért össze ezzel a izével. Teljesen jó, látod? Király működik, jó van, oké. Okay. Király gyerekek, akkor az a szitu, hogy azt kell csinálni. Ez a jó baz, ez nem pattó, hihetetlen. Tök jó, az az MTZ nem szerette a izét. Azt kell csinálni, megösszük a Weimart már nem fog kijönni, mi? Szerintem a Weimarnál nem fog kijönni. Várjál, 25.900, az már nem jön ki, úgyhogy igazából eladni meg nem akarok semmit, mert nem is kell. Figyelj, ezt kell csinálnunk. Kell nekünk. Szia! Szia! Azt kell nekünk csinálni, hogy még le kell aratnunk egy földet, vagy pedig el kell adni még több cuccot a silóból, és akkor utána úgy tudunk vele izajánni, tudunk dolgozni. Gyerekek, egy kicsit hadd pakoljak össze, aztán akkor így folytatjuk, mert annyira zavar egyébként, hogy itt szaraszéd van mindent, itt nem szokott? És teljesen jó az a trágyaszóra, az a durva benne. Na, rakjuk össze a dolgokat, oké? Okay? Szeressük, össze van dragva. És akkor az lesz, meg is van, közben már rá is jöttem, hogy lesz. Ahogy sorban vannak, és akkor mondjuk a traktorok, azok meg mondjuk máshol legyenek. Traktor 1. Traktor 2. Jó, ez a 80-as. De ez mindenképpen ilyen munkára fogom fogni csak. Szerintem ez lehet, hogy a vontatmányokat annyira nem jött szereti. Ilyenre fogom használni csak pakolásra. Ugye jó lesz ez még ugye az állatok körül is pakolásra, mindenre. Teljesen jó, köszönöm szépen egyébként a modot, nagyon szuper. Combine az jó lesz itt, ezt mindjárt fogjuk használni valószínűleg. Dutra mehet. Fogom a dutrát is használni, ígérem, hogy rájövök, hogy lehet lecsendesíteni a hangját. Jó srácok, ennyi volt. Azt fogjuk csinálni, következő részben még árulunk izét, megveszük a Weimart. És akkor szerintem a balrakodás is fog történni. Bazen, átugrottam a kerítésen, de jó. Föl a kerítés tetejére beszarok. Nagyon király. Na jó van gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet, jók legyetek. Csá, csumicső részt a...